Szóval ez az a kis műhely, ahol én mindig dolgozom, és ahol én kivétel nélkül mindig jól érzem magam. Itt a festőállvány előtt, aztán egész nap csinálok mindig valamit, mert ha egy nap kimarad, akkor 2-3 napig itt kell matatni, hogy újra olyan hangulatom legyen, hogy ezt a munkát tovább tudom folytatni. Mivel kezdődik? Mindig azzal, hogy előveszek egy lemezt, lealapozom, általában 3-szor szoktam lealapozni, és a harmadik száradás után, a harmadik napi száradás után lehet hozzáfogni a kép valódi elkészítéséhez. Aztán egyszerre sosincs kész, mindig közbe jön valami, másnap, amikor meglátom, akkor már találok rajta hibát bőven, addig készül még nekem, úgy megnyugtató formát ad. Hogy az mikor megnyugtató, néha elmúlik egy hónap is, és amikor újra látom, akkor újabb hibákat fedezek fel benne. Ha javítani nem lehet, akkor pedig, mert általában nem érdemes javítgatni, akkor lealapozom és újra kezdem. Hát, nekem a fejemben soha nincs kész egy kép. Mindig munka közben alakul ki úgy, hogy a végén ne találjak hibát benne. Legalább én ne találjak hibát. Amikor abba hagyom, akkor mindegyik képet akkor érzek jónak, mikor hetek múlva vagy hónapok múlva is úgy érzem, hogy nem szabad hozzányúlni, nem szabad javítani, mert csak rontani ők rajta. 1926. augusztus 28. jeles nap a felnémeti nagycsalád életében, hiszen megszületett az első gyermek, Ernő. Ernő bácsi, ha most visszagondolsz, milyen családba születtél, mit adott neked ez a család az induláshoz? Rendkívül megértő nagy család volt. A nagy család a régi szokásos értelemben vett nagy család. Apám még 5 voltak testvérek, 4 fiú és egy kislány. Egy házban lakott ez a nagy család. Volt egy konyha, egy szoba és egy kamra. Ott lakott 7 ember. A nagyszüleim, akik hát, félelmetesen szegény emberek voltak még felnémeten is. Nem volt semmiük a házon és egy nagyon kis földdarabon kívül. Apám oda született, ő volt a 3. gyerek. Hát én pedig ugye ott abban a nagyházban már a 3. baba voltam, mert apámnak a legidősebb bátyja 2 gyerekkel minket megelőzött, a kisebbik bátyának egy lánya volt. Tulajdonképpen én voltam a 3. unoka. Nagyon rövid ideig lakhattunk az úgynevezett felvég legutolsó házában. Arra felé költöztek ki mindig a legszegényebb emberek, mert ott tudtak legkönnyebben, legolcsóbban építkezni. Ez egy rendkívül hosszú udvar volt, ahol a közeli családok
mindig építkeztek valamit a kert felé. Az utcáról elkezdték, és mentek hátrafelé, a kert felé tovább. Na, én is ott születtem állítólag, de nem biztos. Apám az úgynevezett hordógyárban dolgozott. Tudod-e, mi az? Nem. Óriási farönköket hordtak akkor még Felső-Tárkány felől a kisvasúttal. És később a Bervából is építettek ilyen kis vasutat, és onnan is hordták a röngfákat. A hordógyárban pedig ezeket feldolgozták. Osztályozták, nagy, ilyen köbméteres tömbökbe rakták. Apám ott dolgozott. És hát a kevés dologra emlékszem ebből a picikorból. Én már tulajdonképpen arra emlékszem, amikor 2 éves lettem, és anyámnak az egyik örökölt földjét eladták, abból apám vásárolt vasúti jegyet és vonatjegyet, és kiment Kanadába. Arra emlékszem, biztosan anyám még sokszor elmesélték, hogy hetekig szaladgáltam ki az utcára, és vártam az apukámat, amikor a hordógyár dudája megszólalt, mert a dudaszót az egész falu lakossága hallotta. És nem jött az apukám. Bizony nem jött 5 évig. És amikor megjött, akkor már 7 éves voltam, és azon a napon jött meg, szeptember 4-én emlékezetes, mert az a falu Rozália ünnepe. És a falu ünnepén megjött, nekem pedig akkor kezdődött az iskola, az ünnep utáni napon. Felnémeten kezdted az általános iskolát, és aztán Egerbe a polgári. Melyik iskola hogy indított el? Hogy emlékszel? Mi köze volt a művészethez? Mit adott? Művészethez a polgári iskolának? Érdekes dolog volt. Varga Laci bácsi volt a rajztanár. Már általános iskolás koromban is volt olyan, hogy sokat rajzoltam. Például Boros Endre kántortanító úr tanított bennünket másodikos korunkban. Már kívülről tudtam az olvasókönyvet, és rajzoltam. Észre se vettem, hogy a kántortanító úr a padok között járkál, egyszer csak odaért hozzám. A fejemre tette a kezét, no folytasd! Hangosan mondták a gyerekek a szöveget, és én nekem fogalmam sem volt arról, hogy hol fejezték be. A mellettem ülő meglökte a karomát, és mondta, hogy zúzmarás, zúzmarás! Ott fejezte be az előttem levő. Én néztem a kántortanító úrra, nagy megijedve, és folytattam a szöveget, és kotoráztam a szöveget az ujjammal, és mondtam, zsuzmarás minden ág, ablakra leeltem, virít a jégvirág, gyertek ki, ha mertek, mondtam a szöveget tovább. Ő pedig egy barackot nyomott a fejemre, no azért, a lapot elvette, és el volt intézve, hogy mit rajzoltam, nem tudom. A polgári iskolában Varga Laci bácsi pedig minden rajzóra után felállított, mikor osztályozta a rajzlapokat. Aztán leültetett. Következő alkalommal mindig felállított, megnézett és leültetett. Nem szólt semmit. Egyszer, amikor már itt Egerben tanítottam az 5-ös számú iskolába, őt váltottam fel. Megkérdeztem, Laci bácsi, mondja már, legyen szíves, miért állított fel? Olyan régen volt az már gyerek, én arra már nem emlékszem. Na, szóval ő volt az első rajztanárom, valószínű észrevett valamit.
De voltak tőlem sokkal jobb rajzolók, egy Nagy Sanyi nevű egri gyerek, hát ő fejből is bármit pillanatok alatt megrajzolt. Na, később kezdett ez komolyá válni, amikor tanítóképzősi lettem. És ott Hamza Tibor, ő már egy komoly, elismert festőművész volt. Tőle kaptam tulajdonképpen komolyabb indítást. Mi volt az a pont, amelyik a felnémeti gazdálkodó család gyerekét elindította a művészet felé, és hát a tanítóképző irányába indult el? Volt-e valami olyan, ami egy indítatást adott onnan? Azt hiszem, benne voltak az ösztöneimben. Hiszen akármit kellett otthon mezőgazdasági munkát végezni, egészen kicsi koromtól, utána én lementem a felnémeti patakhoz, és az öreg híd alatt rajzoltam a vizet, rajzoltam a felhőket, a fákat, a felnémeti libákat, kacsákat, de én nagyon szerettem a bogarakat is. Volt mellett lakó öreg bácsi, akinek a kerítése garád volt. Ott összegyűlt mindenféle állat, rovar. Különösen koratavasszal az a garád csodaszép volt, mert a gyíkok, különböző színű gyíkok sütkéreztek a napon. Azokat is nagyon szerettem, rajzoltam is, szóval, hogy mi indított el, igazán nem tudom. Nem mondhatnám azt, hogy az iskola volt rám olyan nagy hatással, hogy ez elindult, de elsős tanítóképzős koromban a készült rajzokat Hamza tanár úr összeszedte. Volt középiskolásoknak egy kiállítás Miskolcon. A kiállításon az én munkáim is szerepeltek, és ott Burkhardt Rezső, a képzőművészeti főiskola tanára meghívott engem teljesen ingyenes nyári művésztelepre. Ez lett volna az óriási fordulópont, ha engedtek volna. De hát ettől a rajzolástól, pinkálástól a szüleim nagyon féltek. Nem lesz ebből a gyerekből semmi, legfeljebb egy kis pingász. De a nagyapám ezt nagyon jól megtoldotta még azzal, hogy halász, vadász, madarász, pingász, az mind éhenkórász. Erre még egy óriási nagy adalék volt az, hogy a tanítóképzős lélektan tanárom kiment apámékhoz, és lebeszélte őket, mert értesítést kapott a tanítóképző is, hogy megnyertem a pályázaton egy ilyen nyári művésztelep lehetőséget. Kiment apámékhoz, és lebeszélte őket, ne engedjék a gyereket. Legyen a gyerek kántortanító, az nagyon jó lesz neki. Elvégzi a tanítóképzőt, még talán kántori földet is kap. Milyen jó lesz az Pista bácsiéknak is, segítik vele a gyereket. Na, engem nem engedtek művésztelepre. Hát az óriási elkeseredés volt, de ettől még a rajzolást nem hagytam abba. De apám megígérte, hogy egész nyáron úgy dolgozom, mint a megfogadott napszámos, akkor ő nekem félreteszi a pénzt. Félre is tette 2 évig. Másodikos tanítóképzős korom második fél évében kaptam egy harmóniumot. A lehető legolcsóbbat, de nem kellett délután bejárni a líceumba másodszor vagy harmadszor gyakorolni. Reggel bementem, délbe haza,
De ezekre a külön harmónium órákra be kellett járni. Meg volt úgy, hogy harmadszor is, mert énekkari próbák is voltak. Na, akkor már nagyon komolyan foglalkoztam a rajzolással. Ezt nyilván Hamza tanár úr is észrevette, csak megharagudott rám, azért, mert nem mentem el a művésztelepre, és ettől a tanítóképző rajz szakköre, vagy hogy mondjam, elesett ettől a dicsőségtől, vagy lehetőségtől, mert ez szép lett volna a tanítóképzőnek, mint intézménynek. De hát végig minden szabad időmben rajzoltam felnémeten is, tanítóképzőben is, mindenféle feladatot túl teljesítettem. És hát végül is semmilyen intrika nem tudta eltéríteni attól, hogy a művészettel foglalkozzon, a rajzzal, hiszen a képzőművészetire is elkerült a főiskola után. Hát az külön történet, mert harmadéves koromban az első fél évet valahogy megkaptuk a bizonyítványt, és jött a háború 1944, és mint Leventét elvittek. Mi bujdostunk, vagy bujdokoltunk, vagy csavarogtunk az erdőbe, hogy ne kelljen bemenni a katonasághoz, és apám kijött értünk, megkeresett minket, nem egyedül voltam, megkeresett, hogy gyere gyerek, mert kaptál egy utolsó lehetőséget, ha elkötnek, felakasztanak, mert akkor már sorba akasztották fel a dobótéren az így elfogott fiatalokat, egy táblát tettek a nyakukba, így jár, aki szökik. Na, akkor hazamentem, elmentem a laktanyába, onnan kezdődött meg az út végig, hát egészen Losoncig, a Losonci laktanyáig. Onnan pedig fel Jánosgyarmat, a határszél, gyalog mindent, onnan vissza a Csalló közbe. Hát ezt a rövid katonaságot, ami nem volt, nem adott semmiféle katonai kiképzést, a jobbra át, balra át, puskával tiszteleg, szakasz vagy század jobbra néz, tiszteleg. De a frontra úgy került ki ez az egész fiatalság, hogy egy lövész lőpróbát se csináltunk. Rossz felszerelést kaptunk, tele tetűvel kaptunk ruhát, Losoncon már annyira tetvesek voltunk, ide nyúltunk a hónunk alá, és megtöltöttünk egy üveget. Egy szakasz tetűvel egy literes üveget megtöltöttünk. Elvittük a századparancsnokhoz, hogy tetves az egész csoport, csináljanak valamit. Erre a bokáig érő sárba levezényeltek bennünket a kaszárnya udvarra, és fekvőtámasz, csukló, le, fel, csupa sár lettünk. Ő pedig végig szaladt a hátunkon. Ez a százados úr, Marosi István. Hát nem tudom, mi van vele, biztos máshol van már. Kegyetlen ember volt. Ő volt az első igazán olyan kegyetlen ember, akikre ráillik az, hogy fasiszta. És a hosszú gyalog menetelések után, mert fizikailag is rendkívüli módon legyengültünk, feltörte a lábamat a bakancs. Végig rugdosott hosszú úton, képes volt a lováról leszállni, és mivel lemaradtam a
egész csoporttól végig rúdosott az úton. No, úgyhogy nem igen hinné el nekem senki, még te se, hogy nekem a hadifogságba esés a katonaság után megmentés, felszabadulás volt. Véletlen talán, hogy ő nem lőtt le. Nekem, aki féltem a kommunizmustól, mert olyanokat mesélt valamikor a nagyapám, aki 7 évig volt hadifogoly Szibériában, és ők építették a Murmanszki vasútvonalat, nekem megmentés volt, hogy hadifogságba estem. És utána szépen, majdnem 4 évig építettem a kommunizmust egy Moszkva melletti hadifogolytáborba. Úgyhogy 44-től 48. május 4-én jöttem haza, mentem rögtön a tanítóképzőbe, ahol Somos Lajos bácsi fogadott, hogy hát gyerek, most aztán mit csináljunk veled? Ajánlott nekem egy kiváló tanárt, aki polgári iskolában is tanárom volt, azt hiszem Egerben mindenki ismeri a nevét, Volszky István. Ő polihisztor volt mindenhez, de nem akárhogyan értett. Nem csak a matematikához, a kézi munkához. Amit éppen tanítani kellett, azt ő magas szinten csinálta. Na, ő engem felkészített a 3. év vizsgájára úgy, hogy 4. jártam a többiekkel szeptembertől. És közben 1/2 év alatt vizsgáztam a 3. osztály anyagából. Gondolom, nagyon hozzásegítettek az ott levő tanárok, hogy átmenjek. Bár mondom, kitűnően előkészített Volszky tanár úr, és azóta is ezzel az évfolyammal közvetlen, nagyon jó baráti kapcsolatom van. Akkor már éjjel-nappal rajzoltam a tanítóképzőbe, jelentkeztem a képzőművészeti főiskolára, nem tudom hogyan, mert én semmiféle szakkörben vagy előkészítőben nem vettem részt. Még Hanza Tibor tanár úr se segített. A képzőművészeti főiskola elvégzése után megkérdeztem, hogy tanár úr, miért nem mondott nekem legalább annyit, mi az, hogy kontraposzt. Hogy az a bizonyos modell, ha egy lábon áll, hogy van annak egyensúlya, soha nem rajzoltam szénnel. Azt mondja, mert én biztos voltam abban, hogy téged felvesznek. Láttam rajzokat tőled, amiket az évfolyam társait kérésére csináltál, vagy a fali újságra készítettél, biztos voltam abban, hogy felvételt nyersz. Az a lényeg, hogy elvégeztem a képzőművészeti főiskolát, ahol tényleg nagyszerű tanáraim voltak. Barcsai Jenő, az anatómiát, a tapasztalati távlattant. Ami lényege a mesterségnek, azt arra ő rendkívüli módon odafigyelt. Aztán olyan tanárok, Pap Gyula, aki a Bauhaust kitűnően ismerte, de az a baj, hogy nem taníthatta azt, amit igazán tudott. Ha azt taníthatta volna, akkor tőle nagyon sokat kapunk. De akkor már a szovjet képzőművészet volt a mindenható. A szovjet képzőművészetből pedig Laktionov, még most is emlékszem a nevére, és a képre. Levél a frontról.
az volt a mintakép. Mikor összegyűlt a tanárság a díszteremben a főiskolán, és mi ott ültünk és hallgattuk, hát kérdezte az újságíró, hogy mit szólnak hozzá a tanárok ehhez az első szovjet képzőművészeti kiállításhoz. Egyetlen egy tanár maradt szó nélkül, mereven, mozdulatlanul ült Szőnyi István. Nem volt hajlandó még ilyen felkérésre sem valamilyen méltatást mondani a kiállításra. Agyonra dicsérte Pórbertalan természetesen, de olyan óriási tekintélye volt Szőnyinek, hogy azt megfellebbezni senki, a tanárok közül sem, soha Bernáda úré se. Na, így végeztem, nekem a rajzot, festészetet elsősorban Domanovszky vezette, de Barcsai mindig feljött megnézni, hogy mit csinálnak a gyerekek. Így végeztem, aztán kérésem nélkül helyeztek Egerbe. Én csupán annyit kértem, hogy Magyarország bármelyik középiskolájába. Erre annyira meghatódtak a minisztériumban, hogy megkérdezték, hogy mégis hol lakom. Mondtam, hogy Felnémeten, de olyan kicsi falu, hogy a térképen sincs rajta. Mégis mihez van közel? Egerhez. Írták Eger tanítóképző. De az egri tanítóképzőben ott volt Hamza Tibor, ott volt Kocsisné Andrási Gizella. Megkérdezte megint Somos Lajos bácsi, na most gyerek, mit csináljak veled? Hát két hónapig a tanítóképzőben én voltam a kiránduló tanár. Én vittem a csoportokat kirándulni Lilafüredre, mindenhova. Aztán önként átjelentkeztem az 5-ös számú általános iskolába, ahol én váltottam fel Varga Laci bácsit. Na hát így kezdődött a tanárságom. Aztán Víros egri évek következtek, iskolából iskolába, kereste a helyét, mint tanár, aztán végül is jött a főiskola, ahol a gyakorlóiskolából indulva bekerült tanársegédi állásra, aztán végigjárta itt a szokásos ranglétát a tanszékvezetőségig. Mivel indult a főiskolán ez a tanári pálya? Mi volt az, ami a tantárgya volt, amivel bevitték? Kivétel nélkül minden évben kaptam egy osztályt, valamilyen szakost. Először a tanszékvezető választott ki magának egy csoportot, amelyik a felvételi vizsgák alapján neki szimpatikusabbnak tűnt. Nekem jutotta második. Hárman voltunk összesen tanárok, Baskainé tanította a művészettörténetet, és az ábrázoló geometriát. Jakuba János rajzott, én pedig rajzott, népművészetet, betűírást, kompozíciót. Hát elmondhatom, Jakuba olyan kitűnő mester volt, hogy én legalább annyit tanultam tőle, mint tanársegéd, mint a képzőművészeti főiskolán. Nagyon szépek voltak Jakubának a
hallgatók rajzainak, festményeinek bírálatai. Abból nem csak a gyerekek, én is sokat tanultam. Akkor hallottam először olyan kompozícióra, ról, aminél nem a táj volt a lényeg, hanem az a papír vagy vázon, ami készül. Hogy aztán a motivumokat hogyan rendezi a papíron a rajzoló, az lesz művészet, vagy nem lesz művészet. És ő ebben igazán elsőrendű mester volt, és nagyon szerették a hallgatók. Ő volt az egyetlen, aki akkoriban nagyon sokat járt külföldre. Franciaországban is voltak barátai, és ő látott először úgynevezett modern művészetet a valóságban is. És erről nagyon szépen tudott beszélni. Egyébként is olyan megnyerő figura volt, jó megjelenésű férfi, akit a nők imádtak, a lányok, de a fiúk is nagyon szerették. Jó hangulat volt akkor, olyan, hogy elkértük a társtanszékektől földrajz, biológia, vagy a magyar szakos tanároktól a gyerekeket, és kimentünk Szilvásváradra, Noszvajra, a környező községekbe, Felnémetre, és ott egész nap rajzoltunk. A gyerekek rendkívüli módon örültek, együtt rajzoltunk és együtt festettünk velük. Azok a bírálatok voltak az igaziak, amikor a gyerekek megkérték, hogy tegye csak oda tanár úr is a táblára, amit csinált. Oda tette Jakuba is, én is. Megkérdezték tőlem, direkt odaálltam tanár úr mögé. Nem azt csinálta, amit látott. Na miért? Mert ez a fa nem ott volt a tanár úr képén, ahol lehetett látni. Akkor ezt el kellett mondani, hogy miért csináltam. Hogy miért volt szükséges az a fa mégis, mert én éppen hogy csak valamit jeleztem belőle, de más lett a táj, mint a látvány. És ezekből sokat tanultak a gyerekek. Később is valahogyan ezt a módszert alkalmaztam végig, amikor már hát Blaskó János volt a tanszékvezető, mert nagy bánatomra Jakuba elment. Ő lett az iparművészeti főiskola igazgató helyettese, és a belső építészetet tanította. Blaskó jött, és ennél sokkal merevebb figura volt. Ő a rajz tanmenetekhez igazodott teljes mértékig. Ilyen szabad rajzolás nála a gyerekekkel együtt elképzelhetetlen volt, de nagyszerű tanár volt ő is, hisz Budapesten nagyon sokáig tanított általános iskolába, és tanfelügyelő is volt. Szóval ismerte az általános iskolai, és ismerte a főiskolai tanárképzést. Ezért a tanárképzés, és nem a festő képzés is hangsúlyt kapott nála. Szóval nála a festőképzés nem kapott olyan hangsúlyt. Ez a kettőség benned is végig megvolt, Ernő bácsi, a tanár és a képzőművész, a festőművész. Milyen viszonyban volt ez a két elszántság benned? Nagyon szerettem a főiskolai hallgatókat, mert kivétel nélkül minden évfolyamban voltak rendkívül tehetséges gyerekek. Olyanok, hogy bármilyen hihetetlennek tűnik, lehetett tőlük tanulni.
nem csak ők tőlem, amit én meséltem a munkáikról, vagy korrigáltam a rajzaikat, festményeiket, hanem ahogyan ők csinálták. Minden évfolyammal a legelső tanítási napot azzal kezdtem, hogy kivittem őket a vár legmagasabb külső vár részére. Nem tudom az utcát, de azt tudom, hogy a Bárány utca fölött van egy azzal párhuzamos utca, arról csodaszépen lehetett lelátni a régi egri házakra. És hallatlanul szépek voltak a háztetők, az udvarok, az udvarokban járkáló nénik, még az állatok is, és minden hallgatóval így akartam megismertetni a várat, és a régi vár mögött épült régi szép házakat. Nagyon tetszett a hallgatóknak is. Például Földi Péter matematika rajzszakos volt. Öten voltak összesen a matematika rajzosok, én az ő csoportjukat kaptam. Vaskó kapta a földrajzosokat, azok többen voltak. Aztán később még hozzám csapták a biológia rajzszakosokat. Földi Péterrel is és a csoportjával így mentem ki a vár fölé. Péternek nem volt az égvilágon semmilyen rajzfelszerelése se. Aztán a lányok adtak neki papírt, diófapácot vagy tust, belemártogatta az övébe, de tolla se volt, semmi. Bokrokba előkotorászott egy kis gajat. Azzal rajzolt Péter, de olyan csodálatos rajzot, hogy azt a mai napig nem felejtem el. Bementünk a tanszékre, mondtam Blaskónak, hogy nézz ide, János, erre a gyerekre érdemes lesz figyelni. Ez a gyerek nem rajzol, ez a gyerek ír. Valahogy úgy ír, mint a mezőkövesdi néprajzos kis Jankó Bori néni. Elkezdi valahol, és csodálatos kompozíció jön össze a végén. Péternek voltak olyan szép rajzai, hogy ettől az első rajztól már hatással volt rám is. És Péter kivétel nélkül minden pályázatot a következő években megnyert. De ezen az évfolyamon nem csak ő, hanem több tehetség is körülbelül ilyen színvonalú gyerek volt, mint ő. Makoldi Sándortól, aki Debrecenben van, lehetne többet említeni. De voltak olyanok, akik már évek óta munkácsi díjasok. Csályi Attila, Türk Péter, aki olyan szénrajzokat csinált, hogy főiskolás korában öröm volt nézni. Szóval az a tanárság és a művészet, amit kérdeztél, ennyire kölcsönhatással volt rám. Meggyőződésem, hogy az én festői, meg rajzi munkám a gyerekek hatására is gazdagodott. Nem csak azzal, hogy egyre többet dolgoztam, hanem a tanítás során én magam is nyertem. Mindezen közben azért állandóan benne voltál a képzőművészeti életben, szervezted a pedagógus képzőművészkört, benne voltál a képzőművészeti alapban, saját kiállításaid voltak. Mi volt a kedvenc anyagod, amivel szerettél dolgozni? Mi volt a kedvenc témád, amit szerettél megalkotni? A kedvenc témám a természet. A természetben, amit találni lehet, mert nekem a mai napig kész csoda a természet. Felfedezhetetlenül szép csoda.
nekem szépek a bogarak, állatok, növények. Mindenféle növény. Hát gyerekkoromban, akárhogy elvert az ostorral apám, amikor a behordást csináltuk aratás után, és én haigáltam a kocsira a kévéket, a legalsót, amikor felvettem, az egereket elkaptam, hirtelen zsebre vágtam. Apám meglátta, akkor aztán kaptam az ostorral. No de mondom, a gyíkokat, kígyókat ugyanígy szerettem, és tudtam bámulni, tudtam szépséget találni benne. A természet nekem mindig szép volt, tavasz, nyár, ősz, tél. Ugyanazokat a tájakat szerettem meglátogatni az év különböző szakaiban. Azokat rajzolni, festeni, és később egy nagyon jó főiskolai barátom unszolására részt vettem a tokai alkotótáborba. Körülbelül 15 évig, kivétel nélkül minden nyáron, nem valószínű, hogy a feleségem nagy örömére, mert ő maradt a gyerekkel, két gyerekkel. Ő maradt mindennel, ami itthon elvégzendő dolog volt. Én pedig Tokajon a művésztelepen dolgoztam a barátaimmal együtt. Ezek olyan évek voltak, akkor tanultam meg tulajdonképpen a népművészetet. Hiszen én gyerekkoromban felnémetről jószerivel a környező községeket se látogattam. Csak Egerbe, az iskolába, délelőtt délután. De akkor ismertem meg úgy a környező községeket, tudtam, hogy nem csak a nagyszüleim házában van szabad kéményes ház, meg olyan kémény, füstös kémény. Megtanultam tisztelni olyan községeket, mint Tiszacsege. Csodálatosan szép. Olyan rajzaim vannak róla most is, amik megmaradtak, hogy el se adnám, ha megvennék se. És kis Tokaj. Tokaj egész környékét motorkerékpárral, ezzel a Zilahi György barátommal végig motoroztuk, és végig rajzoltuk. Ő ráadásul a zsidó temetőket is rendszeresen látogatta, és csodaszép munkákat csinált róla. Dávid Katalin, művészettörténész, ezekről a munkáiról külön fejezeteket írt. Szerették nagyon a képeidet, az alkotásaidat, csoportos, egyéni kiállításaid voltak. Érdekes módon nagyon sok volt itt a régióban, Miskolc, Eger, Salgótarján, ez neked mindig otthonod volt, de Budapesten is, külföldön is megjelentél. Melyik kiállításról, milyen emléket őrzöl, melyik miért volt kedves számodra? Mióta én Egerben élek, engem nagyon-nagyon vonzott Eger barokk szépsége. Egernek az elmondhatatlanul szép barokk műemlékei. Hát a főiskolán, minden, illetve a gyakorló iskolában, a főiskolán, de még tanítóképzős koromban is végig a főiskola volt az az épület, ahol minden napot voltam. Ott tanultam. Majd tanárkoromban ott voltam tanár a főiskola csodaszép barokk épületében. És hozzáfogtam, nem tudatosan, de az részemre legszebb barokk épületekről rajzokat, akvarelleket készíteni. És ezzel tudtam jelentkezni valami 24 darab akvarellel,
mint egy festő, hogyan látja Eger barokk műemlékeit, meg mi nekem a legszebb barokk Egerben. Az előző években is volt már ilyen kiállításom, de 2-3 darab csupán. Ernő bácsi, nem beszéltél a családodról még, csak említetted, hogy Éva asszony biztos nem nagyon örült, mikor te művésztelepre mentél nyáron, mert hiszen rászakadt a munka. Mesélj egy kicsit a családodról, hiszen nagyon sokat köszönhetsz nekik, hogy a pályád ilyen szépen alakult. Hát, elsősorban Évának köszönhetek nagyon sokat, mert ő képes volt. Akármilyen fizikai vagy szellemi megterhelést is jelentett, de ő nevelte a 2 gyereket. Úgyhogy kitűnően tanultak, nem csak az általános, hanem a középiskolákban is, és mind a 2 egyetemet végzett. Péter a Kertészeti Egyetemen borászmérnöki oklevelet szerzett 5. éven. De 4. éves korában már ez a, hogy hívják ezt a diplomát, amit ő kapott? Tartósító mérnök. Nagyipari, tartósítóipari mérnök. 5. éven a szakvizsgáját borászatból csinálta, és ezért borászmérnöki oklevelet kapott. Sokáig dolgozott Danczpali pincészetében, majd Varga Bélának a pincészetében is évekig. Hát most Békés Csabán él, a lányunk pedig kitűnő nyelvérzékkel rendelkezett, neki felsőfokú nyelvvizsgái vannak, egy olyan cégnél dolgozik, ahol hát rendszeres a német beszéd. Mikor német barátaink voltak itt, ők mondták, hogy anyanyelvi szinten beszéli a németet. De gondolom hasonlóképpen az oroszt is, és mindegyiknek, az angolnak is nagy hasznát veszi, bár abból nyelvvizsgája nincs, de jól beszéli az angolt is. Hát neki van 3 csodaszép gyereke, 2 olyan kislány, ami erről álmodoznak a fiúk, az egyik most végzi, az utolsó vizsgáit csinálja a jogon. A kislány most végzett egy olyan főiskolán, Éva jobban tudja ezeket, ahol ilyen külkereskedő szak az is, a fiú pedig egy bankban dolgozik, és nagyon aranyos, jó megjelenésű és kitűnő képességű fiú. A fiamnak 30 éves most az idősebbik lánya, 20 éves a kicsi. A 30 éves lánynak van egy édes kisfia, ő a mi dédunokánk, és Péter fiam nagyapa lett. Ez nem fér a fejébe, hogy ő nagyapa, meg hogy neki 30 éves lánya van. De a kicsit most vették fel Szegedre, ő is felsőfokú iskolában tanul, biztos jól fogja csinálni, mert rendkívül szorgalmas. Ernő bácsi, játszunk el a gondolattal. Fölkérnek és visszamész a főiskolára a fiatalok közé tanítani. Mi lenne az a legfontosabb, amit az élettapasztalatodból azt mondod, hogy átadnál nekik mindenképpen, amivel gazdagítanád az ő életüket? Az, hogy ezt a mesterséget csak az válassza, aki nem is gondol véletlenül sem az anyagi javakra. Az egyik legnagyobb festő barátom Budapesten él, de Szőnyi István, Kodály Zoltán is ezt vallotta. Ha művész akarsz lenni, nehogy arra gondolj, hogy ebből megérsz. A férfi,
akkor vegyél el egy gazdag nőt, és akkor lehetsz művész. Kodá is ezt csinálta. Ez a festő barátom is azt mondja, gazdag nőt kell találni, és akkor csinálhatom a művészetet. Én sajnos nem találtam gazdag nőt, de találtam olyat, aki képes éjjel-nappal dolgozni, és kitűnően. És azt hiszem ez a lényeg, és aki adok nekem két ilyen nagyszerű gyereket, és azok pedig ilyen unokákkal ajándékoztak meg, akikben azt hiszem minden örömemet megtalálom, nagyon szeretik, amit csinálok. Legutóbb ez a 20 éves unokám, aki elkerült Szegedre, felhívott telefonon. Apokám, apókám, ígérd meg nekem, hogy éjjel-nappal festesz, nem csinálsz semmi mást. Festesz éjjel-nappal, ugye? Megígéred. Jól néznék ki, Éva, ha megígérné, hogy semmi más nem csinálok, hisz csak festek. Hisz sok dolog van egy ilyen lakásban, különösen úgy, hogy minden héten várjuk, és jön valamelyik gyerek, és arra sajnos Évának van rettentő sok dolga, mert ő maximálisan szeretné őket ellátni, nem csak képekkel, hanem más egyéb jóval is. És ezek a gyerekek tőlem ajándékként képeket kérnek. Évától könyveket kérnek. Éva gyűjti a könyveket, hozzám lejönnek a műterembe, előszedik a képeket, ráírják, hogy ez az enyém. Ráírják a nevüket, el nem adhatod. Nem azért, mintha félnék kellene attól, hogy megveszik, mert ilyen veszély nem fenyeget. De azért megvagyunk. Thank you.